Francisco utcáin. Kára Molden, Bács Ferenc. Michael Douglas, Dörner György. További magyar hangok. Vas Gábor, Majsai Nyilas Tünde, Németh Gábor, Kállói Molnár Péter. Az elesettek légiója. Írta Kelvin Clements. Rendezte Robert Douglas. Igazán ne kösd belém, barátom. Adnék én, de elég rosszul vagyok. Azt hiszem, rossz éjszakám lesz. Jó, vagy csak kíváncsi voltam. Megyünk már. Mi történt? Valakit megvertek. Igen. Itt különben sem lehet meghallani semmit. Tőlem akár ágyút is sütögethetnének. Hét körül találkozott vele? 8-kor jön a kocsi, 7-ig eltüntetem. Látta őt korábban is? Komolyan kérdi, ez csöves, nem? Figyeli ezeket, egy kapta fel mindegyik, akkor elviheted? Igen. Lehet, hogy valaki eldáldázta egy kis apró pénzért. Ez nem olyan ritka errefelé, Steve. Igen, szerintem is ez történhetett. Jó napot! Jó napot, kapitány, mi újság? Látta őt korábban is? Ő Charlie. Információt akar, kapitány. Igen. És az mire lesz? Új lenyomat kellene. Mi a vezeték neve? Mit számít az csöves Charlie? Mi az mindig zacskóból iszunk, akárcsak maga. Ismerik a bürokráciát. Milyen Charlie? Csöves Charlie, mit számít ez? Ja, mit számít, kapitány? Ingyen nem tudunk semmit. Ha indul a választás, akkor magára fogok szavazni. Te is, igen, mi? Én is. Gyerünk elhez, jó? Jó. Ettől a fajtától nem tudsz meg semmit, Steve. Kívülállóknak nem nyilatkoznak. Na, nem is érdekli őket a dolog. Tudod, ilyen környékén minden nap találhatunk egy hullát. De nem hármat két hét alatt, ez nem véletlen. Képtelenség ezeket számon tartani. Pedig valakinek figyelni kellene rájuk, Vic. Azért nézz utána. Persze. Gyere be! Nyitva van! Nem tudom elhinni. Olsen mondta, hogy megvan a horgászengedélyed, és hálóval pecázol? Dehogy. Na lássam, hol van az a rengeteg hal, amit fogtál? Itt ugyan a tegnapi tonhalsalátán kívül más halat nem találsz. Most ugratsz? Nem. Pedig már készültem valami fenséges pisztránk vacsorára. Jobb lett volna, ha inkább tonhalsalátára készülsz. Szóval nem fogtál semmi? Dehogy nem. Üres sörös doboz, meg ilyesmit. Maradhattál volna még. A jövő héten talán sokkal jobb lett volna a kapás. Kinek van kedve napokig a folyón ücsörögni, meg az orsot bámulni? Ráadásul megesznek a szúnyogok. Ilyenkor tudom értékelni a fürdőszobát. Lássuk, csak 7:30-kor telefonáltál. Most 11 óra. Az 3:30 óra hiányzó alibi. Most mit vigyorogsz? Ki se bírnád, mi? Mit nem bírnék ki? Hogy ne legyél itt, ha történik valami. Ja, értem már.
Azt hiszed, azért telefonáltam, mert... Ugyanis a tapasztalataim alapján azt kell hinnem, hogy éppen annyira nem tudsz halat fogni, mint ahogy nem tudsz normális emberhez méltóan pihenni az éves szabadságodon. És ez a hal, ez a nyilvánvaló bizonyíték ráhat. Pedig már éppen kaptad a horgot. Nélkülem akartad befalni, mi? Korábban kell ahhoz felkelni. Ugyan. Remélem, nem sértődtél meg. Hogy én? Hová gondolsz? Örülök, hogy itt vagy. Rázós az ügy. Igen, Rudi elmondta. Két héten belül már a harmadik csöves törik meg. Szerinted miért? Először halljam, hogy te mit gondolsz. Akkor tölts magadnak egy kis kávét. Addig elmegyek borotválkozni. Rudi azt mondta, csak egy piás üveget találtak a csavargónál. Így is van. Akkor a rablás szóba sem jöhet? Így van. Szerintem egyetlen sörért. Nem öltek volna meg senkit sem. Főleg, hogy aztán ott adják a piát. Így van. Ez új? Jimmy-től kaptam apák napjára. Elemmel működik? Hadd nézem. Lássuk, mit tudunk eddig. Volt három csöves, akiket agyonvertek. Így van. Kell lenni egy közös pontnak. Valami fanatikus fickó volt már ilyen, emlékszel? Meg akar szabadulni a csövesektől. Az lehet. Mesélt arról a régi ügyről, igen? Nagyon nehéz ezekről megtudni bármit is. Nem szeretik a kíváncsiskodók. Hát azokat nem. Tudod, mire gondoltam? Mire? Be kellene építenünk valakit. Igen? Beöltözne csavargónak. Kiköltözne az utcára a csövesek közé, és elvegyülne köztük. Lefogadom, hogy 48 órán belül lenne valami nyom. Na kérem vissza. Várj, először kipróbál. Az ötlet remek, ez a beépülés. Igen, Olszer is felvetette. Mit szólnál Avarcsekhez? Ezt nem mondott komolyan, az a zöldfülű. Úgy megijedne, rögtön szedni a lábát, és meg se állna anyuka házáig. Na jó. És mit szólnál Petersonhoz? Petersonhoz? Őt küldenéd oda a csavargóira sűrűjébe, mikor eddig csak a gumibottyával sétifikált? Nem, Peterson nem jó. Valaki ismeretlen kéne, olyan, aki úgy néz ki, mint ők. Aki látszik, hogy nem vetett ágyban aludt egész életében. Olyan, aki folyóparton alszik, és majd megeszik a szúnyogok. Isten áldjon, testvér! Ez aztán a nagy kérdés, tudod? Csak most jött esnek túl. Elült már a por? Hogy mondod? Szóval vigyázni kell, hova vackolunk mostanában éjszakára. Megesett, hogy nem kelünk fel holnap reggel. Ne is törődj vele, testvér! A harcnak vége! Már béke van, testvér! Igen. Csak valami hírig volt, ugye? Persze, mi más? Három halott volt ott. Én is így tudom. És mindegyiknek volt haragosa. Vagyis, igen, az egyes számú megöli a kettes számot. Aztán a hármas számú megöli az egyest. Aztán ott a négyes. Vagy a hármast mondtam. Az megöli a kettes számot. Pontosan, testvér. Jól vág az eszed. Kösz! Jó szórakozást! Kösz! Segíthetek? Tessék, itt Keller. Jól vagy, nem fázol? Kényelmesen ülsz? Mike, hogy smint? Jól vagyok nagyjából. Eddig 10 fickóval beszéltem, mint a 10 mást mondott. Tudod, mi volt a legjobb? Hogy már a szindikátus is benne van. Hogy ki akarják söpörni a csöveseket, meg hogy a fejesek toronyházakat akarnak ide építeni. A csövesek ellepik a környéket. Hát ez érdekes. Van valami a labortól? Igen, a sebb környékén fehérje nyomokat találtak, meg viaszra hasonlító anyagot. Valami olyasmit, ami bőrtárgytól származhat. A fegyver bőrborítású volt? Vagy valami bot, aminek bőr van a végén? Nem. A halott kém szerint egy bőrrel bevont bot mélyebb nyomot hagy a testfelületen, ezek pedig sima, kemény ütésnyomok, kb. 15 centi szélesen. 4 feltűnő ütésnyomot találtam. Ökölnyom? Lehet, de akkor nagyon erős ököl. Talán boxer? Pontosan.
A bőr meg kesztyűtől eredhet. Lehet. Semmi más kapcsolat a három fickó között? Nem, semmi. Különböző háttér, de szinte minden városban megfordultak már. Ki van zárva, hogy ismerték egymást? Te megtudtál valamit? A mai élet hol töltöd? Azt mondod, mind a hármat az utcán találták meg, ugye? Sikátorban, rakparton, felüljáró alatt. Igen. Na, ilyen helyekre megyek én is. A levegőre, a szabad ég alá. Majd beszélünk. Sok szerencsét. Semmi, fiam. Mióta látod őket? Nekem elhihetve, tényleg nincs ott semmi, komolyan. Nincs ott se fog, se egér, semmi. Mióta nem piáltál már? 3 napig ültem a sitten. Kiszáradt el, van ilyen, he? Szíjózanon aztán minden csúszómászó megjelenik. Hogy hívnak, fiam? Paul Thomas. Paul Thomas. Tessék. Van egy kis forró kávé, mindjárt belőle, fiam. Az jót tesz. Igyál csak. Igyál, igyál még. Van itt ennivaló is. Mi van, jó? Ne, Jake! Jól van. Maradjon ott. Jake, csak megkínált egy kis kávéval. Hozzatok neki piát, aztán szedjétek fel a földről, elvisszük vele ahhoz. Mit akar ettől a kölyöktől? Semmit. Csak enni meg inni adtam neki. Maga nem ide való, Simi. Honnan jött? Stocktonból. Csak ma betöttem erre. Oké, Stocktoni. Holnap mehet is vissza, ha még egyszer meglátom itt a kölyöknél. Nem jut vissza egy darabban Stocktonba, az biztos. Világos? Szerinted ő a mi emberünk? Igen, biztosan. Utoljára 8 éve volt meccse. 57-ben bajnok volt könnyű és nehéz súlyban is. Ő az. A nagy Jake Wilson. Kicsit azért megváltozott. De az egyenesei meg a horgai maradtak a régiek. A tengerészetnél szolgált, ellenőrizte. Családja nincs. És hogy került padlóra? Átküldött egy csapost a kirakat üvegen. Nem ez volt az első tetlegessége. A sportszövetség törölte a jegyzéről. És mostanában? Nem tétlenkedik, 5 kiló anyag van róla. Egyszer lesítelik, aztán kiengedik. Szinte évente, zsinór. Kivéve az utóbbi 2 évet. Ez alatt csak apró cseplő ügyei voltak. Aztán teljesen elzűnött, inni kezdett. Aztán kiütött egy fickót a sikátorban. A járőrök azonnal bevitték, a fickó meg kórházba került, de nem volt hajlandó vádat emelni a támadó ellen. Éltett a jövőjét, mi? Puszta kézzel is meg tudna ölni bárki. Elég keménykező, igen. És mi lenne az indítéka? Nem tudom, talán szereti fitoktatni az erejét. Lehet. És mi ez a hely? Ez a Verához, amit mondott? Valami alapítványi segélyszolgálat. A szervezet tulajdonosát hívják Vera Kingsley-nek. Régen alkoholista volt, most másokon segít. Ő is ott lakik? Nem. Nem, Los Angelesben. Ott is tart fenn segélyszolgálatot, meg San Pedroban is. Független hely. Vallási elhivatottság nélkül. Tiszta szobát, meleg ételt, némi zseppészt. Igazi jó tétlélek. Biztos nincs sok szabad helye. Rosszul hiszed. Kemények a szabályok. Semmi alkohol, különben azonnal kiraknak. A visszaesőktől megszabadulnak. Várj csak egy kicsit. Ez a kemény legény Wilson, ez is ott lakik. Tudom. Amikor az őrsön felvették az adatait, ezt a címet mondta. Ez jó pot lehet a bíróság szemében.
Tudod, itt valami nem tiszta, te nem érzed? Mit? Megpróbál leszokni az italról, és ehelyett fejeket tör be. Talán csak, ha bepiál, akkor teszi. Nem, tegnap éjjel józan volt. És mégis beléd kötött. Aha. Úgy végezhetted volna, mint az a három másik. Az a három másik? Igen. Mi az? Szóval zseppénzt is adnak? Igen. Hát ez a vízon ott lakik, akkor nekem is ott a helyem. Ugyan már. Ugyan, drága uram. Egy ilyen elegáns és jó lelkű úr tud meg kis pénzt nélkülözni, szálljon már. Szerencsétlen fickot. Legyen szíves, adjon már. Nyugi. Itt van $2. $2? De ránál két napra kaptál egy. Az Isten áldja meg, érte. Na most már húzzon innen, papa. Papa? Hogy? Papa, azt mondja, papa. Bocsásson meg. Keres valakit? Zabát keresek, kihez menjek? Forduljon Mr. Gateshez. Mr. Gateshez? Igen. Igen? Mr. Gates? Az vagyok. Úgy hallottam, itt segítenek az emberen. Rosszul hallotta. Itt mindenki magán segít. Értem. Dehogy érti. Még senki se lépett be úgy ezen az ajtón, hogy kívül hagyta volna a problémáit. Maga sem. Azért megpróbálnám. Már sokan próbálták. És 50-ből csak egy maradt tovább egy hétnél. Ha ilyen kicsi az esély, akkor annál jobb lenne rögtön megragadni, nem így van? Tudsz szobát adni? Igen. De ez rengeteg munkával jár, nem felékig tejfel. Ha valaki neki gyűrkőzik és komolyan gondolja, rengeteg barátot szerezhet. Olyanokat, akik régebben hasonló cipőben jártak, és akik hajlandóak segíteni. Pedig tudja... Ez hatalmas lépés nekem, ahonnan én jöttem. Talán ez lesz élete legnagyobb lépése. A lényeg, hogy ne adjuk fel. Nem is akarom. A nevem Wilson. Jake Wilson, és a tiéd? Smith, Mike Smith. Mike Smith. Sok rokonod megfordult már itt. Jake, a név itt nem számít, az csak adat. Akkor rendezkedjen be nálunk. Az étkezések mindig itt zajlanak. Az időpontok ki vannak írva. Mindig az itt lakók főznek és takarítanak. Majd szólok, ha magára kerül a sor. Értem, uram. Egyetlen szabályunk van. A szesz tilos. Értem. Mind itt a házban, mind a házon kívül. Igen. Egy botlás és távozhat. Értem, uram. Én körbevezethetem, úgyis ki kell takarítanom Charlie szobáját. Jó. Keríts neki fekhelyet és hozza rendbe magát. A munkáról később beszélünk. Köszönöm, uram. Erre megyünk ide az elsőre. Jobbra a második ajtó. Meg egy forró fürdőt. Csak ennyit. Én pedig ígértem valamit. Mike Smith. Ez a nevem. Te aztán nem vagy szívbajos annyi szent. Most meg mi bajod, Wilson? Te... nem közén tartozol. Ki vagy? Nézd, Wilson. Minél előbb el akarom felejteni azt, aki most vagyok. És nem szeretem, ha macerálnak. Pedig van valami, ami nem tetszik benned, Smith. Nagyon nem tetszenek a válaszait. Akkor ne tegyél föl kérdéseket. Jake! Igen?
Paul keres, a földszinten vár rád. Azt mondja, fontos. Még találkozunk, Smith. Jake, már biztos elmondta, mi lett az öreg Charlie-val, nem? Charlie-val? Igen. Charlie Dermott-tal. Nemrég még ő is itt lakott. Igen, mi történt? Hát, szóval mondhatni, hogy ő már biztosan nem fog itt lakni többet. Nemrég kinyírták a sikátorban. Jól összeverték. Hát, csak gondoltam, hogy talán Jake mondott neked róla valamit. Kicsit ideges volt. Szóval te is észrevetted? Azt hittem, miattam lett dühös, mert még nem vagyok rendben. Nem. Inkább Jake nincs még rendben. Persze van is rá oka. Ő jó barátja volt Charlie-nak, meg a többieknek. A többieknek? Igen, volt egy másik is, Ziggy. Ő is ugyanúgy végezte szegény, kb. Egy hete. Aztán ott volt az a vén fickó, valami Guy Lucas. Igen. És ez a két másik fickó, ezek is haverjai voltak? Tudod, Jake szinte mindenkit ismer ezen a környéken. Meg azt hiszem, tulajdonképpen őt is ismeri mindenki. Igen. Jake régen boxoló volt, ezt tudtad, ugye? Nem tudtam, tényleg? Hát persze. Voltak érmei is, de milyen érmek? Jake aztán jól boxolt, gyors volt, mint a villám. Igen, akkor jól ment a sor, ami? Ez érdekes. Bajnok is lehetett volna, ha nem ívott volna annyit. Hát, rendezkedj csak be, nem is zavarlak. Ha kell valami, csak szólj nyugodtan. Csak egy percre. Még egy persze, az a Paul, aki nem bár viszont. Véletlenül nem Paul Thomas? De, ismered őt? Mert csak futólag. Ő is itt lakik? A haverjai hozták ide tegnap éjjel. Nem bírná itt ki. El is megy mindjárt. Ha jól tudom, valami elhagyott helyen tanyázik, valahol a rakpart környékén. Magányos farkas. Hát, az. Szereti a tengert nézni, meg a csónakokat. De én azért a te helyedben békén hagynám szegény Pault. Rájárt a rúd mostanában. Jó. Azért kösz az információt. Hát, semmiség. Akkor vacsoránál találkozunk. Igen, én is lemegyek. Jó, rendben. Keller. Gyors leszek, Steve. Jó. Megtudtam, Charlie barátunk vezetik nevét. D-R-M-O-T-T. A másik két fiszko neve Guy Lucas, és valami Ziggy, megvan? Z-E-G-G-I. Majd kiderítem a teljes nevét, ellenőrizd ezt a kettőt. Rendben. És mit tudtál meg Wilsonról? Még semmit vacsoránál nem láttam, de még próbálkozom. Semmit nem tudsz róla? Hát, keveset. Mennem kell. Majd jelentkezem. Mike! Ki az? Jake? Na, ne gyere ide, Jake, ma teljesen jó vagyok. Ma jól. Fizette ki a bírságot, és kihozta ki. Egy küldönccel érkezett a pénz. Ezt találtam a fiú tárcájában. Ez Paul Thomas. A vezeték neve Callum. Az idősebbik az apja. Néhány évvel ezelőtt ővé volt a parti csónak kikötő fele. Volt? Már nem az ővé?
Két hónapja meghalt. Szóval ez a negyedik áldozat már egész jó körből való. Bár csak egy kicsit tönkretette magát szegény. Beszéltél már vele? Semmire nem emlékszik, semmit nem látott. Elment Mrs. Kingsleyhez a San Pedro-i otthonba. A nő szerint kb. Egy hónapja történt. Ez a fickó egy évig Mexikóban élt. Valaki kifizeti helyett a pénzbírságot, aztán visszalőki az utcára, hogy ott meg betörjék a fejét. Tudod, mire gondolok? Igen. A három gyilkosság csak megtévesztés volt. Úgy van. Ki ne engedd a kórházból, állíts melléje őrt, deríts ki minden létező dolgot az ismerőseiről. Itt van. Addig egy nyomozok Wilson után. Rendben. Jó a szabód. Ja. Kösz a negyed dollárost. Hozzá még egy záradékot a búvárkodás éjszakai feltételeiről. És hívja fel a figyelmüket, hogy a szerződés egyértelműen tiltja a csatornaépítést. Mi az? Nyomozó? Rendben, küldje be. Igen, Mr. Richardson, köszönöm. Most bemehet hozzá a felügyelő. Köszönöm. Mintha már láttam volna ezt az arcot, de a név nem ugrik be. Nem csodálom. Nem a maga műfaja. Igen, régebben nagyon híres boxoló volt. Ő Mr. Richardson barátja? Mr. Richardson több sportolóval is foglalkozik, de vele különösen sokat foglalkozott. Aha. Jöjjön be! Jó napot! Az ön neve... Keller. Közlekedési kihágásról van szó, ugye? Nem fizették ki a büntető cédulákat. Igen. Mióta ezt az új számítógépes rendszert használjuk, sok a probléma. Meg kell leckésztetni a vállalatot. Néhány büntető cédulával. Itt arról lenne szó, Mr. Richardson, hogy elég régiek a bírság cédulák. Ezért attól tartok, Paul Cullennek személyesen kell megjelenni a bíróság előtt. Ez nem fog menni. A gyerek 3 éve nem látta a családját, én sem hallottam felőle. Mit nem adnék, ha ilyen kilátás lenne az irodámból? A személyzetnek is tetszik. És maga itt lakik? Csak ebben a szezonban. Éjjel-nappali legénységgel dolgozunk. Mindig elérhetőnek kell lennem. 3 éve? Szóval senki sem találkozott Pollal 3 éve? Tulajdonképpen több, mint 3 éve. Épp itt a mólónál volt a végzetes vita az édesapjával. Az öreg megunta a fia pazarló bohóckodásait, és attól kezdve megvont tőle minden anyagi támogatást. És nem is próbálta felvenni vele a kapcsolatot senki, akár a rendőrségen keresztül. Ha ő így akarja eltékozolni az életét, akkor... Én a Kalenuszájokon agyon dolgozom magam éveken át, Paul meg több 10 000 dolláros sportkocsival furikázott. Most meg valahol halálra issza magát tekilával, én pedig itt vagyok. Nem tudom. Semmiképpen nem tudom elfogadni, ha valaki ennyire élhetetlen. Ezt megértem. Tehát Mexikóban is volt egy darabig, igaz? Mexikóban? Bocsánat, de a tekilát említette, és... Nem, ezt csak úgy mondtam. Ah. Ne értsen félre, nem egyedül Polt okolom. A fajtájára vagyok dühös. A puccos úri fiúkra, akik mindent készen kapnak. Nem lehet, hogy Paul mégis kereste a családját? Nem valószínű. Csak egy nővére van. Ha azt gondolja, hogy a vér nem válik vízzé, hát... Végeztem Paul-nal. Roy Richardsonnal pedig soha nem voltam jóban. Ha ő nem így látja, megmondhatod neki. És azt is, hogy a nagyképűségével végképp nem tud levenni a lábamról. Figyelj, Katie, miért is nem... És főleg nem csípem ezt a cicababa stílus, Terry. Ezt tartogasd inkább a... Jó napot! Jó napot! Ön Katie Cullen? Igen. Akkor megnézi a hajót? Kicsit korán jött. Nem is tudtam, hogy várnak. Kívánok! Nos, akkor bizonyára
Olvasta már a leírást, és látta a fotókat. Igen, a teljes hossza 10,5 méter. Remek Headley motorral, ólomtőkesújjal. Aztán itt a rozsdamentes benzintartály, órát... Bocsánat, attól tartok, félreértem. Ne haragudjon előbb, hadd mondjak el mindent róla, jó? $3,000 alatt semmiképpen nem adom. Igazán alkalmi vétel. És ha még eddig nem döntött volna, megmutathatom a kabint. A nevem Keller. Nyomozó vagyok. A helyi kapitányságról. Akkor maga nem a hirdetésre jött? Nem. Ha elfogad a hajóért cserébe egy 65-ös Porsche. Plusz még egy háromszobás lakást, skandináv jellegű berendezéssel. Megvan egy tévém is, de nem mindig jön be a színes kép. Esetleg értékes bélyeggyűjtemény vagy ritka gyufacímkék? Azokat tartogattam utoljára. De ez mind nem elég a hajóért cserébe, úgyhogy inkább kérdeznék. És pedig? A bátyja közlekedési kihágásairól van szó. A közlekedésrendészet éves kimutatása szerint a... A közlekedésrendészeti hivatalnokokat megismerem, mint birkaképű fickó és... És általában csíkos egyenruhát hordanak. Nem értelmiségi cuccot. És csúnyák. Ezentúl én is tilosban fogok parkolni. Mit csinált ez a Paul? Azt reméltik, magától megtudhatjuk. Égre földre keressük. Ah, micsoda veszteség. Nincsenek jó viszonyban? Nem, azaz nem levelezünk. Nem keressük egymást. Születésnapokon sem. Képeslapot sem küldözgetünk, vagyis nem kommunikálunk. Nem, mintha régebben minden nap beszélgettünk volna. És nem tudja miért... Miért züllött el, hisz minden megvolt. Rang, pénz, miért dobta el magától? Mert Paul puhány alak. Úgy értem... Tudja, a mi édesapánk olyan mindent vele típus. Igazi ökölharcos. De... Ő volt az, aki elrontotta Paul-t. Minél inkább unszolta a szorítóba, Paul annál inkább megutálta. Az italba menekült, nem az üzletbe. Igen. Szegény Paul. Pedig lehetett volna belőle ember. Talán nem úgy, ahogy apám képzelte. Vagy ahogy én vártam. De a maga módján azért boldogult volna. Tudja, apát én ápoltam a betegsége végéig. Paul meg közben pihált valahol az ihó cimboráival. Sok mindent tapasztaltam, mindent. A felolvasástól az ágytálozásig. És tudja, mik voltak apám utolsó szavai, mielőtt meghalt? Hogy hol van Paul? Hol van a fiam? Minden vagyonát ráhagyta. Azért úgy látom, magának is maradt valami. Ó, igen. Valamicske. Ami azt illeti, én voltam a szép kis ugocska. Úgy is bántak velem. Értem. Igen, így volt. Mintha kettőig sem tudnék számolni. Elég lesz nekem egy alapítvány, nehogy elherdáljam a sok pénzt mindenféle csecsebecsékre, meg harisnyákra. Látja, ezért kell eladnom a Celestet. Mert az alapítványból nem tudok megélni. És ez a Roy Richardson vezeti most az egész vállalatot? Igen, ugyanolyan puhány. Igyekezett mindig apa szeme előtt lenni, ügyeket intézni, aztán apa kinevezte vezetőnek, hát ha így Paul-t visszacsalogatja. Roynak meg fejébe szállt a dicsőség. De alaptalanul, igaz? Erre mérget vehet. A kis húgocska bosszúja. Úgy is mondhatjuk. Szóval most rögtön tovább kell nyomoznia ebben az ügyben? Úgy is mondhatjuk. Értem. Még beszélünk. Lehet, hogy mégis érdekel az a 65-ös Porsche. Engem meg talán a maga ajánlata. Jól van. Igen, doktor úr. Igen, utána nézek. Elnézést, Paul Thomas melyik kórteremben van? Itt mindjárt. Sajnálom, uram, de Mr. Thomas nem fogadhat látogatókat. Köszönöm. Igen? Thank you.
rábízta valaki másra. Meséltem arról a pasasról, aki vele volt a hajó? Igen. Utána érdeklődtem a kikötőben. Neki is volt néhány box meccse. A neve Terry Banner. Magas fickó? Igen. Hát eléggé. Ő is lehetett a tettes. Vagy akár Richardson és Wilson is. Igen, a nagy Jake. Nagyon kapós lett ez a Cullen-féle vállalkozás, nem? Szerinte a megoldás Cullen. De kétesélyes ez a Jake Wilson is. Nem lehet tudni, velünk van-e vagy ellenünk. Mentem el innen hadnagy, legfeljebb kettőre. Amikor a nővér kiáltott, oda rohantam, letéptem az ápoló szájáról a tapaszt, aztán rögtön futottam is ide-vissza, amint megtudtam, hogy nézett ki a támadó. Látta valaki más is? Igen, néhány orvos. A személy leírások egyeznek. Wilson volt az. Értem. Sajnálom, hadnagy. Baklövést követtem el. Nem a maga hibája. Szóljon a központnak, adjanak ki ellene körözést. Azonnal, uram. Tudod, ahhoz képest, hogy ez a Wilson jó párszor benne volt már a csávában, nem zavartatja magát. Ha tényleg jó nyomon járunk, akkor nem ő a főnök. Ő csak megbízott. Hát nem tudom, Paul. Ugyanaz a hely. Nem volt túl jó ötlet ide visszajönni azok után, hogy jó lesz. Ugye miért, Jake? Most ketten vagyunk. Az a fickó csak magányosokra támad, eddig azt is tudom, így van. Csak miattad gondoltam. Van aranytartalékom, majd osztozunk rajta. Nem, Paul. Nem, én már régóta nem iszom. Tudod, már nem bírtam tovább. Képtelen voltam elviselni azt a kórtermet, de annak örülök, hogy újra látlak, Jake. Nem tudod, ki támadott meg akkor este? Nem, már mondtam neked. Először azt hittem, te voltál. De jó, be voltam piálva. Azt sem tudtam, kit látok. Eltűnt Jake. Valaki itt járt és kipucolta a készletemet. Én nem tudok leszokni, Jake. Figyelj, Paul. Kell a pia. Nélküle nem tudok létezni. Jó, hozok neked piát. Megtennék, Jake. Igen, persze. Meg tudok egy ennél sokkal jobb helyet is, gyere. Ne, Jake. Csak hozz piát, jó? Légy szíves. És figyelj. Én abba hagyom ezt az ugrabugrát. Tudod, a futkosást ott a szorítóban. Nem éri meg, egyáltalán nem éri meg. Mert is, meddig futhat az ember önmagán? Nem fogsz itt félni, he? Nem. Én már csak attól félek, hogy túl hamar itt a vég. Ha csak nem folyton bele valamibe. Értelek, hozom már, mindjárt jövök, ha? Itt a 81-es, központ, jelentkezz. Itt a központ, hallgatlak, 81-es. Adtatok már ki körözést Jake Wilson ellen? És Paul Thomas, más tévén Paul Cullen ellen? Igen, majd szólunk, ha lesz eredmény. Vettem, központ. Arra gondoltam, ha Wilsonnal van Paul is, ő a mi emberünk, akkor nem mennek a régi helyre, igaz? Én inkább tennék-e felesleges utat, mint hogy ne lássam többé Paul-t.
más kocsi mögött. De láttam az arcát. Az a fickó volt, akit Kathy Cullennel láttam, Banner. Szóval ők ketten a tettesek, Az meg kicsoda? Wilson. Mi van vele? Kapott egy kicsit. Megmentett a kölyök életét, de cserébe jól helyben hagyták. Figyelj, szólok a mentőknek, jó? Jake, már úton van a mentő. Tarts ki, öreg fiú. Zsaró. Tudtam, hogy van benned valami utálatos. Ezt majd később megbeszéljük, most ne erről. Mi van a kölyökkel? Semmi baja, ne aggódj. Jó, gyerekek. Ne beszélj. Még lehet belőle rendesen. Ne erről, csak nyugodtan. Az hiányzott neki, hogy meghallgassa valaki. Tudod, csak az kell, hogy néha meghallgassák az ne embert. Ne beszéljék, tarts ki egy kicsit. Tudod, ha legyen valaki, aki figyel az emberre. Csak nyugodtan, Jake. Meg elkapták már azt a Cullen lányt? Jake. Segítség! Segítség! Bocsánat, tudnának segíteni nekem egy kicsit? Egy barátom bajban van, azt hiszem nagy bajban. Kérem, jöjjenek azonnal, biztosan tudnak segíteni! Ez volt az a barátja. Vádolnak. Mégis mivel? Emberöléssel. Mivel? Hol van Terry Banner? Terry Banner? Vele hoznak kapcsolatba, ráadásul gyilkossággal is? Négy rendbelivel, és emberölési kísérlettel a bátyja ellen. Hát ez lehetetlen. Hát, miért akarnám megölni Paul-t? Amit ma délután mondott nekem, felért egy vallomással. Mondtam egy szóval is, hogy Paul halálát kíván. Azt nem, de sokat mesélt a bosszú. És Banner is ott volt, amikor erről mesélt. Várjanak csak. Maguk szerint Terry a tettes? Bizonyítékunk van rá. Akkor inkább Royt kellene faggatniuk, nem engem. Roy Richardsont? Igen. Ő küldte hozzám Terryt ma délután azzal, hogy senkinek se beszéljek Paul bírság céduláiról. Nem hiszünk magának, Miss Cullen. De ez az igazság. És akár ellenőrizhetik is. Terry is Roy boxolója, csak nem vitte semmire. Most neki dolgozik. Csak nem gondolják, hogy meg akartam ölni a bátyámat. Ez azt jelenteni, hogy nem szeretem Paul-t. Pedig ez így nem igaz. Régen szerettem. De most már... Hiszen Paul mégiscsak a bátyám. Banner, legalább egyszer végrehajtanád az utasításaim. Te ölted meg, igaz, Roy? Mindet te ölted meg.
Tedd azt le, Paul. Terrivel végeztetted el a piszkos munkát. Kit érdekelnek a csavargók? Úgy sincs senkiük. Ki figyel oda, ha egy piás csöves földobja a talpát, van belőlük elég? Paul, tedd le! Le is teszem, egyenesen a fejedre. Te is így ütötted agyon azokat az ártatlanokat. Miért, Roy? Pénzért? Haszonért? Tudtad, hogy engem nem érdekel az ilyesmi? Tudtad? Apád mindent ráthagyott. Nem kockáztathattam meg, hogy egyszer majd félrészegen a jussot követeled, amiért én dolgoztam meg. Hogy te? Úgy, hogy védtelen embereket ölettél meg az utcán? Olyanokat, akik a légynek se ártottak, csak magukban akartak lenni? Mások inkább örülnének, hogy megtisztítottam a várost. Ehhez azonban a városnak is lesz egy-két szava. De nekem biztos. Jól van, vihetik őket. Paul, én Keller felügyelő vagyok, ő pedig Stone hadnagy. Szóval most már jöhet az a forró kávé, ugye? Tudja, Jake szerint maga volt a tettes. Tudom, szerintem meg Jake. Mindketten tévedtünk. Most már csak azt kell bebizonyítanunk, hogy Jake mégsem téved. Ez mit jelentsen? Ha tudnám, mit vállalt ön miatt. Rájött, hogy ön még viheti valamire. Lehet, de hogy bizonyítják az ilyesmit? Az bízza ránk. Megvannak a beépített embereink.